Kiadó albérletek, kiadó szobák, indul a nyár végi nagy keresgélés. Mostanság főként az egyetemisták, de a családosok is felkeresik az ingatlan hirdető oldalakat, és tallóznak a kiadó lakások között. Minimum 3 havi kaució fejében és meglehetősen magas négyzetméter árakon kelnek el az albérletek. Ugyanis nem csak a lakások vételára emelkedett, hanem az albérlet árak is az egekbe szöktek. Nyilatkozta nemrég 35 perc című műsorunkban Bareha Tamás ingatlan értékesítő. Olyan kereslet lett az albérletek után, én annak tulajdonítom, hogy ugye nagyon sok ember elveszítette az ingatlanját, és ezért van szükség ennyi albérletre, és fölmentek az árak. Tehát Nyíregyházán, most csak egy példát mondok, egy ilyen 10 éven belüli építésű kétszobás lakás volt mondjuk egy olyan 35-40 ezer forint ezelőtt 3-4 évvel, most egy ilyen lakásért elkérnek 70-80 ezer forintot is. De ez országos tendencia, tehát ez Budapesten is ugyanígy fölment, illetve az ország bármely pontján, tehát ez nem csak Nyíregyházára vonatkozik. Albérletből kínálat van, mert hogy befektetési céllal is egyre többen vesznek lakást, amit aztán kiadnak. A bérleti szerződésről és a fizetési nyugtákról sem kellene megfeledkezniük a bérbeadóknak, ugyanis a NAV ellenőrzi az ingatlant kiadókat. Elsősorban az interneten meghirdetett ingatlan bérbeadásokat szoktuk figyelemmel kísérni, valamint a bejelentések alapján képbe kerülő ingatlan bérbeadókat is ellenőrizzük. Ezeket az ellenőrzéseinket folyamatosan végezzük, illetve az itt képbe kerülő bérbeadókat a későbbiek során is figyelemmel kísérjük, hiszen a bevallásaikban szerepeltetni kell egyéb jövedelemként ezeket a bevételeket. A bevételek után adózni kell, az éves összbevételtől függően. Az ingatlan bérbeadója mindenképpen válthat adószámot, hogyha adószámos magánszemélyként adja bérbe az ingatlanát, akkor pedig fizetési kötelezettsége is jelentkezik. Ez azt jelenti, hogy a bejelentkezés után, hogyha 1 millió forintot meghaladja az éves jövedelme, akkor mindenképpen egészségügyi hozzájárulási díjat is fizetni kell a 15%-os személyvedelem adó felül. Az ingatlan közvetítők, de a NAV is felhívja a bérlők figyelmét, hogy érdemes az albérleti szerződést megkötni, a kifizetésekről pedig bizonylatot kell kiállítani, hiszen ha esetleges fizetési vagy bármilyen más probléma adódik a felek között, peres úton csak így lehet érvényesíteni mind a bérlő, mind a bérbeadó jogait.